Ezzel az utóbbi témakörrel tulajdonképpen a második kérdésemre is sor kerítettünk már, ez pedig azzal kapcsolatos, hogy az egyháznak a dogmatikája és a teológiai tanítása az mennyiben állandó és abszolút, mint ahogy itt most az erkölcsi relativizmus ellen általában véve szót emeltünk. Tehát, hogyha ezt a dogmatikára vetítjük ki, akkor ez mennyire állandó és abszolút, vagy mennyiben változhat ugyanez ugye a koroktól és a kulturális hatásoktól függően. Mielőtt idejöttem a stúdióba, az interneten találtam egy nagyon erőteljesnek mondható katolikus véleményt egy honlapon, és ezt megpróbálom idézni. Mondja, teljességgel, idézem, elvetem a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát amely szerint a dogmák jelentése változok, változik, és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett. Hát majd folytatom még a kérdésemet, erre bizonyára fog Püspök úr majd reagálni, de többen vannak, akik hasonlóképpen gondolkodnak, és ennek nyomán talán tényleg nem árt beszélnünk arról, hogy, hogy, hogy változnak-e a dogmák, és a dogmafejlődés, ez mint szó az azt jelenti-e, de érdemes elgondolkodnunk azon is, hogy. Milyen árnyalati fokozatok vannak, és az előbb már ugye valahol ezekről is beszéltünk, a kötelező erejű hittételek és mondjuk egy lelkivezető ajánlásai között, amit ugye vagy megfogadunk, vagy pedig nem. Ad mondjuk egy példát. Dogma erejű a példa, a püspök, hogyha dogma erejű hittételnek kell elfogadnunk a Szentírás, a Biblia minden állítását, mert hogyha mondjuk a példabeszédek könyvét vesszük, akkor az szemben áll a gyermekbántalmazást tiltó európai törvényekkel, amikor azt mondja, hogy aki kéméli a botját, gyűlöli a a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti, vagy ugyanebből a könyvből egy másik részen a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Kisarkított példát mondok direkt, de talán ebből lehet érzékelni azt a problémát, amire mélyebben is szoktak utalni emberek, akik ezeket idézik. És ugyanakkor ez is fölmerülhet bennünk, amiről az előbb szintén érintőlegesen már szótejtettünk, hogy egy pápai enciklikában foglalt a, a dolognak a betartása mennyire kötelez bennünket. Hogyan viszonyítható? ez a hittételekhez, tehát a dogmákhoz, mi minősül kötelező erejű hittételnek? mi az, ami csak a teológusoknak mondjuk a többségi véleménye, mi az, ami a világi joghoz hasonlítva egyfajta szokásjogként értékelhető, és végül mik azok, ami csupán ajánlások az egyház tanításában. Hát ez nekem is hosszú volt most ennyit kérdeznem, de reméljük, hogy Püspök úr tudsz rá válaszolni. Hadd kezdjem onnan, hogy a, az egyház hite lényege szerint ugyanaz, nem változik. A hitünknek a gyökere Isten kinyilatkoztatása, tehát ahogyan ő föltárta a saját létének, a titkát lényének a titkát a teremtésben, amit vizsgálunk a, az emberi tudomány és ész segítségével, is, filozófia segítségével is, abban is az Isten önmagát tárja föl az alkotásból, felismerhetjük az alkotót, de még inkább az üdv történetben amikor Isten belépett, a történelmünkbe, és önmagát mutatta meg nekünk. Ennek a teljessége Krisztus, akiben Isten teljes önmagát adta át. Isten maga lépett be a világba. Ennél többet és mást nyilvánvalóan soha nem tud az egyház mondani. Tehát ilyen értelemben a hitünk nem változik, nem bővül, hanem ugyanaz a hitünk, mint az apostoloké. Azonban, az is teljesen világos, hogy ezt a hatalmas kincset, amelyet Krisztusban kinyilatkoztatott, átadott nekünk az Isten, ezt nem tudta és nem is tudja, soha az ember teljesen fölfogni. Mert az ember értelem véges. Annak ellenére, hogy a, az apostolok ott voltak, hallották Krisztust, le is írták a, a szavait, nagyon sok mindent az ő titkából teljes mértékben nem fogtak föl és ez a megértési folyamat, ez egyre mélyül az egyházban. Tehát 2000 év óta próbáljuk ennek a titoknak a teljes mélységét föltárni. És ilyen értelemben van dogmafejlődés. Tehát a, az egyház tanítása egyre mélyebben érti meg ugyanazt a titkot. A dogmafejlődés nem azt jelenti, hogy változna a tanítása, hogy itt a kérdésben ez elhangzott, olyan értelemben nyilván nincs. Tehát nem változik. De azért hadd kérdezzek akkor egy konkrét példát és bocsánat, hogy megint közbevágtam nem győzök mindig bocsánatot kérni de mondjuk teszem fel a középkor embere, akvinói Szent Tamás és kortársai még nyugodtan vitatkozhattak arról hogy a szűzanya szeplőtelenül fogantatott-e mert akkor még nem volt dogmaként ez kihirdetve 1852 vagy nem tudom hány óta, viszont mi már erről nem vitatkozhatunk. Aki akkor addig nem hitte ebben hát akkor eretnek volt egyáltalán nem. Itt is arról van szó, hogy a, az alaphitigasság, tehát hogy a megtestesülésnek úgymond föltétele a, a szüzanya, az ő kegyelmi állapota, illetőleg igenje. Ez mindig is megvolt a, a keresztény, illetve katolikus hitünkben, és ennek abszolút bibliai alapja van. Isten az ember szabadságát tiszteletben tartja, a teljes lényével csak akkor tud egy emberi személyben testet megjelenni, ha ő benne nincs bűn. Mert az Isten től a bűn teljesen idegen. Tehát csak akkor tudott ő a teljes lényével megjelenni valakiben, ha ő totálisan egész lényével igent mond az Istenre. Tehát ez az alapigasság, amit az Istenanyaság dogmája fogalmaz meg Efezusban, először a szűzanyával kapcsolatos legelső és legalapvetőbb hitigasság, ez mindig is világos volt. És tulajdonképpen a, a szepülőtelen fogantatás dogmája, az csak ezt bontja ki még mélyebben. Tehát ennek mutatja meg a végső úgymond lehetőségi feltételét. A szűzanya azért tudott egész életében mindig egy totális igent mondani Istennek, mert a kegyelem őt kezdettől fogva a bűntől megőrizte. Ez nem egy nagy emberi teljesítmény volt. Senki ember nem tud a, a totális kegyelem állapotában lenni, csak az Isten ajándékaként. Tehát ezt fogalmazza meg a szeplőtenformatatás dogmája, ami csirájában benne volt az egyház hitében. Nyilván aki a dogma kihirdetése előtt, ezt nem így gondolta, azt nem tekintjük eretnek, mert ő még nem felelős azért, hogy ő ezt ilyen világosan nem látta. Az egyházi tanítás fejlődése ahhoz hasonló, mint egy fa, amelyik 2000 év óta gyönyörű hatalmas ágakat hajt. Ez ugyanaz a fa, tehát a DNS-e, az alap uh, igazságai ugyanazok. Csak egyre teljesebben bontja ki ennek a, a kincsnek a, a teljes gazdagságát. Az, hogy például van Szent Háromság, vagy Krisztus maga az élő Isten fia, ez nyilvánvalóan bibliai hitigasság, tehát ezt mindig is hitte a kereszténység, ez a hitünknek a gyökere. Ott van Jézus keresztelési parancsában, hogy kereszteljétek meg őket, Atya, Fiú és Szent Lélek nevében. Vagy a, a János prológus elején kezdetben volt az ige, és Isten volt az ige. Tehát ezek nem későbbi fejlemények. De nyilvánvaló azt, hogy egy Istenben, egy Isteni természetben három személy van. Vagy, hogy Jézusban két természet van, Isteni és emberi, egy személyben egyesülve. Az Istenségében egy lényegű az Atyával, emberségében egy lényegű velünk. Az embersége az jelenti azt is, hogy van értelmes lelke, szabad akarata. Tehát ezt még, mondjuk a Péter Apostoltól megkérdeztük volna, ezt ő nem tudta volna ilyen világosan elmondani bár a lényegét hitte. Ha nem ehhez kellett, három 400 év, amíg ez kibontakozott a, az egyházon belül. Tehát a dogmafejlődés ezt jelenti, hogy a, a meglevő hitigasság kibontakozik, és világosabb megfogalmazást nyer. Hogy mik a, az egyháznak a dogmái, tehát a, a legünnepélyesebben tévedhetetlenül, vagyis az igazságnak teljesen megfelelően, pontosan megfogalmazott tanításai, ezt nem annyira könnyű eldönteni, mint első hallásra tűnik. Ha nagyon egyszerűen akarnánk erre felelni, akkor azt kell mondanunk, hogy a, a hiszek egy, annak a különböző állításai Krisztusról, az Atyáról, a Szentlélekről, az Egyházról, a Szentségekről. Tehát ez fogalmazza meg röviden nagyon világosan az egyház hitének a lényegét. Ehhez talán hozzávehetjük azt, ha megint csak egyszerűsíteni akarunk, amit a főigasságoknak mondunk. Például, hogy a kegyelem szükséges az üdvösséghez és más hasonló főigasságok hozsannában, éneklő egyházban, ha valakit érdekel, ezeket megtalálja régi hittan tanításunkban. Ez is egy fontos rész volt, hogy ezeket a gyerekekkel megtanítottuk. Illetőleg a, a jó hittan könyvekben és ima könyvekben található egy rövid összefoglalás a teljes katolikus hitről. Szintén például az éneklő egyházban, egy 20-30 oldalban ez megtalálható. Tehát vannak ilyen rövid összefoglalások. Hogy miért nem egyszerű ez a dolog? Egyrészt például azért sem, mert nem egyszerűen a formai, Elem a fontos, amikor erről beszélnek önk, hogy mi az egyház hitének a szíve, vagyis nem pusztán azt kell megkeresnünk, hogy mikor voltak a zsinatok, és melyek azok a mondatok vagy állítások, amelyeket definiáltak, meghatároztak. Mert van nagyon sok olyan rendkívül fontos hitigasság, amivel zsinatok soha nem foglalkoztak. Például az, hogy Isten létezik. Ezt nem dogmatizálták soha, mert ebben mindenki hitt. Tehát ez nem volt probléma, ez a teljes kereszténységnek abszolút mély meggyőződése, Bibliából eredő, illetve ott is megjelenő. Vagy, hogy Krisztus föltámadt. Ezt is soha nem kellett dogmává megfogalmazni, és nyilván hitünk alap tézise, Vagy, hogy Isten szeretett. Tehát sokszor a legfontosabb hitigasságaink, azok nincsenek így dogmatizálva, de a hitünknek... A leglényegéhez tartoznak. Egyébként, ha valaki ilyesmi iránt nagyon érdeklődik, akkor lehetséges a zsinat előtti dogma, dogmatika tankönyveket ilyen szempontból megnézni, vagy érdekes, ahol nagyon világosan egy-egy téma kapcsán mondjuk Isten teremtés, bűnbeesés, megváltás, krisztológia, eszkatológia, tehát végső dolgok, kegyelem, stb. Tételszerűen föl van sorolva, hogy mi az egyház hite rövid mondatokban, és utána alá van írva ennek a biztonsági vagy dogmatikus fokozata, aminek a legmagasabb az a define, definita, de, bocs, define, definita, vagyis meghatározott hittétel, egyház által ünnepélyesen meghatározott hittétel, és ez alatt aztán van nagyon sok fajta biztonsági fok. Például egy ilyen klasszikus dogmatika tankönyv, a d féle dogmatika, ha valakinek a kezébe kerül, nagyon tudom javasolni, ez a zsinat előtti teológiánnak az egyik csúcs teljesítménye, tehát nagyszerűen összefoglalja a teljes katolikus hitet. Én egy kicsit sajnálom is, és azt gondolom, hogy a zsinat utáni Egyházunk még ilyen értelemben kicsit keresésben van, hogy jelenleg olyan dogmatikatankönyvek jelentek meg, amik történeti jellegűek. Tehát bemutatják minden témában a biblikus alapot, aztán nagyon hosszú dogmatikai fejlődést, a dogmatikai történeti fejlődés zsinatokat, vitákat, egyházatjákat, stb. De talán nem fogalmazzák meg teljes világossággal, hogy mik a hétünk sarokpontjai. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy ilyesfajta dogmatika tankönyvet írni, ami a kettőt ötvözi. Tehát benne van már ez a történeti látásmód, a Bibliára való nagyobb odafigyelés, a dogma történetnek a, a világos ábrázolása, de benne van ez is teljesen világosan, fehéren, feketén, hogy mik a hitünknek az alap oszlopai. Annyi érdekes ez egyébként, hogyha visszaemlékezem egész gyermekkoromra, amikor még a, a, a zsinat utáni a, hitoktatási megújulás is nem ért el bennünket, és ugye akkor még a hagyományos a, a, hitani a, megfogalmazásokban, tehát a, a, effektív, betanult szövegekkel kellett meghatároznunk a hitani igazságot, és azok, ha még nem is értettem ezt 6 vagy 7 évesen, de felnőtt fejjel, ezek megmaradtak bennem, és igenis most már tudom ezeket értelmezni. Viszont, ha akkor csak fellengzősen beszéltünk volna ezekről általában, nem biztos, hogy most tudnám hova tenni ezeket a felnőtt koromban. Ez nagyon egyetért. Tehát az ]nek. ilyen definitív igazságok nagyon hiányoznak én szerintem a mostani hitoktatásból. És valóban így van, tehát egy kisgyerek, ha megtanul egy mondatot, vagy egy, 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 fontos hitigasságot, teljes mélységében nem érti, de azt gondolja, hogy valamit sejt. És ahogyan a, a tudása, élettapasztalata gazdagodik, rendkívül sokat fog neki segíteni. És lehet, hogy lesz az ételben egy pont, ahol felismeri ennek a mély igazságát. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek alaposzlopok letéve egy kisgyereknek a lelkében. Na most akkor hadd térjünk rá arra, ami Püspök atyának két fő szakterülete, az egyik ugye a biblikus végzettsége alapján a Szentírásnak a tudósa, a másik pedig az, hogy az Esztergomi Szeminárium a főiskolán a dogmatika tanára is, és ebből kiindulva, mit mondjunk akkor az előbb említett bibliai vonatkozású kérdésemre? Tehát dogmatika és biblia. Igen, tehát érdekesek ezek a nevelési tanácsok, amik például például a könyvében Szerepelnek, hogy a gyereket némi szigorral kell nevelni. Hadd kezdjem azzal, hogy nyilvánvalóan a nevelőnek, szülőnek vagy tanárnak kerülnie kell az erőszakot. Főleg kerülnie kell azt, hogy a haragjából, az indulatából, amit nem tud fékezni, büntesse a, a gyereket, vagy valami értelmetlen dologra. Ő akarja őt kényszeríteni ilyen erőszakos eszközökkel. Amennyire lehet, annyira nyilván az értelmére kell hatni, meg a szívére kell hatni, és ilyen módon nevelni a gyereket. Azonban azt gondolom, az is nagyon fontos világosan látni, hogy egy kicsi gyereknél, és a Biblia ezt nagyon bölcsen ábrázolja még a régiás szavakkal is, a gyereknek se az értelme, se az akarata még nincs kifejlődve. Tehát nem tud a, a, szülő még legjobb akarattal sem hatni erre, vagy nem kellőképpen tud. Tehát ha egy két éves gyereknek elkezdi azt magyarázgatni, hogy nem jó, ha a beteszed az új adat, mert ott elektromosság van. Lehet, hogy ez a két éves gyerek ezt nem fogja föl a teljes komolyságában, és ő továbbra is a kötőt oda szeretné bedugni. Ilyenkor nyilván a normál szülő az mindent megtesz, akár néha kicsit rasszikusabb módon is, hogy ez ne történjen meg a gyerek érdekében. Vagy az is teljesen nyilvánvaló, hogy egy hat éves gyerektől, az nem fogja a szülő megkérni hogy kedves Petike, szeretné-e, nem tudom, matekot vagy angolt tanulni. És ha a Petike azt mondja, hogy ő nem szeretne, akkor majd várunk, amíg fölnő és majd maga eldönti. Nyilvánvalóan nem. Tehát a, a gyereknek az akarata, meg az értelme még nem olyan Kibontakozott fejlett, hogy ő a saját javára tudna dönteni. És a szülő akkor tesz helyesen, ha dönt a gyereke helyett. Vagyis ilyen értelemben az ön, hogy van helye a gyereknevelésben, akár a fizikai fenyítésnek is. És ilyen értelemben abszolút nem értek egyet az Európai Uniónak, vagy nem tudom, milyen szervezeteknek a teljes tiltásával és az, az ilyesfajta dolgoknak a, a penalizálásával vagy büntető jogi kategóriával, tételével. Azt hát, gondolom, általában véve, mit mondhatunk akkor a Bibliának a, a, a dogmatikai jellegéről? Mert mondjuk ezt azért inkább csak egy példaként említettem, amit egyébként sokan szoktak citálni hozzáteszem. Természetesen az nagyon fontos tudni a Biblia isteni és emberi mű és nagyon hosszú történelem, hosszú évszázadok alatt születik meg. A teljessége Krisztus. Krisztus fényében kell olvasnunk az Ószövetségnek minden mondatát, és benne nyeri el a teljes értelmét. Tehát minden bibliai kijelentést fontos az evangélium fényébe állítani. Ilyen értelemben úgymond tévedhetetlen a Biblia, mert a teljes igazságot, amely Krisztusban föltárult, adja nekünk. De fontos ezt így értelmeznünk, és egy nagyon fontos az egyház segítsége is, amely a szent lélek által hitelesen tudja értelmezni a Biblia egyes mondatait. Köszönöm szépen, Püspök úr. Nagyon sok kérdés maradt meg, még bennem, de jövő héten is lesz műsorunk. Egy záró mondatot, ha mondjuk János szeretném idézni, aki az evangéliumról írta ezt, hogy ha, ez szerint élek, még ha nem is igaz, akkor abból semmi bajom nem lehet. De hogyha nem élek ez szerint, és mégis igaz, akkor jaj nekem. Ezt tudom javasolni annak, aki a dogmatika és a nem dogmatika erejű tanításon gondolkodik. Kedves hallgatóink, ez volt a hitkapujának a mai műsora. Búcsúznak önöktől a műsor vezetői, Székkel János Püspök és Mond győző, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.